Szevasztok emberek, üdvözlök mindenkit! Itt egy cicás játékban! Tudjátok, hogy én élek halok a cicákért, azért mert olyan degeneráltak szegények. Nézzétek meg ezt a fejet, a döböl falat ez a cica! Itt van, megjött végre a videós találkozó! Hódmezővásárhelyre, Budapestre, Kecskemétre és Győrbe is! Hódmezővásárhely április 21-én, Budapest április 27-én és 28-án, Kecskemét május 5-én, Győr pedig május 12-én kerül megrendezésre. Ha szeretnél eljönni és lepacsizni velünk, akkor lesd fel a videostalálkozó.hu oldalára, lesd meg, hogy melyik felvonás tetszik neked a legjobban, nézd meg, hogy melyik videósok lesznek elérhetőek a rendezvényen, és válasz ki a neked legjobban tetsző jegytípust. Gyertek el és pacsizzunk le a videós találkozón. Szóval ez a Zoomies Cat Racing nevű fogyatátos játék. Azért mondom, hogy fogyatátos, mert hát macskák szerepelnek benne, és elvileg macskákkal kell majd versenyeznünk. Nézzük meg azért a controls. Jó, hát a V, A, S, D, oké, szerintem menni fog, és hogyan néz ki? Ki tudjuk választani? Nem tudjuk kiválasztani, csak ez az egy van. Medium, easy, nézzük meg normálon, oké. Szóval, ki lehet választani ezt a macskát? Kacskát. 2500 dollárba kerül, nekem nullám van. Várjál is, hogyha nincs egy se. Ó, az megvolt az előző. Ó, nincsen benne cuplacic. Csak ez a medium. Ez a tipik cic. Ez az egyszerű, átlagos cic. Hát megnézzük akkor cicákkal, hogy lehet versenyezni. Úristen, de hangos. De jesszus atyám, kicsit lejjebb veszem. Ó. Oh. Wait. Mi? Micsoda? Hogy van ez így? Farol a macska? Ó, oh, tényleg? Ó, oh, szegény! Feldőlt! Mi a szösz? Ó, várjál már, közben jönnek a kocsik! Hát lehagytak! Lehagyták a kis cicát! Úristen, várjál, ez... Ó, ez meg előtt. Jó, ezt még szokni kell! Tehát ezt még szokni kell, mert hogyha egy kicsit... Nem úgy irányít... Úristen! Vissza, R betű. Tehát nem úgy lehet irányítani a cicát, ahogy én azt gondoltam. És ez mi? Macskás bácsi? Ott nézi a meccset? Hú, várjál, ez nem egyszerű! Hát ezt lehet, hogy újra kell majd kezdeni. Mert macskát irányítani nehezebb, mint gondoltam. Ha ilyen nehéz macskának lenni, akkor köszönöm szépen, én nem kérek semmit a macska életből. Uramisten! Várja már, ez még csak az első kör volt. Jó, és most nézem, hogy milyen aranyos ez a számláló. Hát kis cica mutatja, hogy milyen gyorsan megyünk. Úristen, és megint. Hát ezt nem hiszem el, mindig túlpörög a macska. Ezt még fel kell dolgoznom, hogy itt mi is történik, úristen. Tehát fel kell dolgoznom az information-t. Oké, itt csak simán egyenesen. Ott mennek a többiek, most nézem, hogy látom a térképen őket. Úristen! Az a gond, hogy a macska az nem kanyarodik, hanem farol. Ami szintén a kanyarodás egyik válfaja, csak olyan nagyon nehéz vele betájolni, hogy pontosan most merre akar menni az a macska, amerre én irányítom. Úristen, jól van. És imádom, hogy rendesen ilyen izét csinálnak. Húha, rendesen ilyen külön város negyed le van zárva. Ja Istenem, már cica. Úristen, elütötte cica urat. Cica úr, ne! Hát nem fogom megnyerni ezt a versenyt, én ezt már most látom. De legalább nem fogok, de leghátul fogok végezni. Nem tudom, mit akarok mondani, most tanulom. Úristen, cica uram, hát hova megyünk? Hát hogy megyünk? És közben szól ez a nagyon jó kis technós, ilyen menőzene. Ott a jó Isten be fognak érni. Beír a többi macska, hallod? Nem lesz jó. De legalább látvány van, ez otthon van ez a játék. Uramisten. De nem bírom egyszerűen úgy, hogy vissza fordítsam a macskát az irányba. Nézzek, beérnek. Itt a finish. Hát ez szánalmas volt. Hát ebből kérek még egyet. Na, most jobban odafigyelek rá. Oké, go, gyerünk. Nem lehet itt ilyen repülőrajtot tolni? Nézd meg a többi cica, hogy megy. Ugye ebből nincs multiplayer? Oda néz, milyen szűken vettem a kanyart. Itt jön a kocsi. Oké, jaj, többi cica is megy. Jaj, de nehéz a kanyar bevenni. Te jó Isten, oda nézd, ők milyen ügyesek. Nem már. Hát ez nagyon nehéz, nem tudjátok elképzelni, hogy milyen rohadt nehéz irányítani ezt a macskát. Hát milyen, tudjátok milyen nehéz irányítani? Várjál, lehet benne ugrani? Nem lehet benne ugrani. Ne, most miért nyomtam meg? De most már legalább itt vagyok az élvonalba.
Tessék, szuper meg a király cicapuki hadtest. Nagyon jó, nem tudom, hogy hogy van pontosan, hogy ilyenkor le kell emelni róla a kezedet, vagy sem. Oké, ki nem veszik be a kanyart. Ó, hát persze, hogy nekem ez nem jön össze. Van még mögötte? Van még mögötte. Vagy az már lehagyott teljes mértékben? Azt akarja azt jelenteni? Oké, az, hogyha kiismerem a pályát, az is sokat segítene amúgy. Az a gond, hogyha túlfutok, vagy hogyha túlnyomom a kanyart, akkor meg ugye befarolok. Ami szintén nem jó, viszont már itt vagyunk az élbolyban, hát azért messze nem vagyunk az élbolyban. De legalább haladunk. Úristen, itt jött egy autó közbe. Észre sem vettem. Nézzék! Cicapuki szuperhajtás! Akcióba! Nem bírom ilyenkor, a macska így mindig leáll. Hú, halad, ez egy örökké valóság ez a játék. És legalább most nem utolsó vagyok? Oké, itt átmegy abba az oldalra, oké, nagyon jó. Miu, gyerünk! Szuper meg a király cicahajtás activated! Oké, itt néha-néha meg kell találni a jó irányt. Imádom, hogy van itt egy ember, aki szurkol. Egyedül üldögél, nézi a meccset, ahogy harcolunk. Na ide néz, élbolyba. Abba szeretnék bejutni, és te is lehagy! És nézd meg! És lehagy! Lehagyja a cicámat! Ne! De! Most utolsóként végeztem? Difficulty bónusz 400 plusz. Kapok ezért valamennyit? Kaptam? Kaptam? 500-at kaptam, köszönöm szépen. Jó, hát ezt lehet, hogy akkor nézzük meg egy easybe. Milyen lehet a hard? Ott aztán tényleg ott hagynának. Melyik a legolcsóbb macska, amelyiket meg tudom venni? Ez az ezres? Hát köszönöm szépen, nekem jó lesz a basic medium macska. Na nézzük meg, hogy most akkor így ez hogy fog menni, hogyha most mindenki velem egyszintű. A lényeg az, hogy a kanyart eddig nagyon szépen bevettük. Így kell ezt csinálni. De nézd meg, még így is lehagy! Vagy így egyszerűbb irányítani, vagy én jöttem bele? Oké, várjál, itt talán mint hogyha egyszerűbb lenne irányítani a macskát. Egy fokkal, vagy nem? Vagy csak én lettem ügyesebb? Lehet én lettem ügyesebb, én bízok ebben, hogy én lettem ügyesebb, és nem a macska lett... A többi macska lett bénám, nem tudom. Oké, csak simán be. Egyenes a célba nem érted? Rendőrök zárják el az utat, hogy a macskák tudjanak versenyezni. Nagyon szép. Nagyon szép. Várjál, mert itt fog jönni a kocsi. Oké, nagyon jó, nagyon jó. Ügyesen, most fog jönni ugye a nagy kanyar, a nagyon éles kanyar. Ne! Cica, mit csinál? Ne! Ott a fehér kis cica! Fehér kis cica! Itt le fog hagyni a fehér kis cica, és nem! Nem hagyom! Mekkora fejfej melletti harcot vívünk a kis ciszával! A fehér kis ciszával! Így! Kilövés! Oké! Nagyon jó! Ne! Az istenit! Az istenit! Hát fel tud lökni! Hát erről eddig nem volt szó! Utolsó körjön, utolsó esély, hogy megelőzzem kis ciszát! Kis ciszát? Nem! Nem hagyhatjuk, hogy ő ne vessen a végén! Nem hagyhatjuk! Ó, de nagyba vettem, nagy ívbe vettem ezt a kanyart! Ó, bakker, ez így nem lesz jó, mert most jön a... Ez a kanyar, igen, tudtam, hogy ez a kanyar, ez most ki fog fogni rajtam. Nagyon nehéz úgy futni, ez ilyen... Nagyon érdekes mechanikán alapul ez a játék ezzel. Itt jön a kis sisza. Oké. Ne, nem fogom tudni már lehagyni. De most ez miért nem megy gyorsan, ez a sisza? Gyerünk! Á, nem! És nézd meg! És nézd meg! De legalább easybe végeztem másodikként! Ja, hogy itt láttam volna, oké. 800! Plusz 800! Várjál, akkor mennyim van most? 1300! Hó, tudunk venni cickafingót! Várjál, és akkor meg tudjuk venni? 5! Meg tudjuk venni! Végre egy új macska! Wow! Mi ez a kis Pride-os zászló? Mi? Hova tudok még? Mi? Ott ül a macska. Összesz, jaj de fura. Jaj de fura. Na mindegy, megvettük őt. Ő neki nem jó a gyorsulása, viszont a fordulása nagyon pöpec. Nem lehet repülő rajtot csinálni. Ó. A gyorsulása tényleg nem jó, de a fordulása elvileg nagyon jó. Ó, és igen, mint kés a vajba. Mint kés a vajba. Olyan jól fordul ez a cica. Miau! Ó, nem is tudom, ez egy ilyen rövid fülű macska. Oké, menjetek már, az Isten verjen meg, hát azt mondtad, hogy nagyon jó vagy fordulásban, akkor miért nem fordulsz úgy, ahogy én akarom?
Miért nem fordulsz úgy, ahogy én akarom? Oké, gyerünk. De nézzek, ez se fordul úgy, ahogy én szeretném. Jaj, nézzek, nem bírom, ezzel sem bírom lehagyni a többieket. Hát oké, hogy nem ez a leggyorsabb macska. De legalább fordulásban nagyon jó, ami itt kifejezett képen fontos. Sajnos új pálya nincsen a játékba, de hogyha lesz, azt mindenképpen megnézzük. Jó, itt lesz a nagy kanyar. Ez már jó, mert legalább így ismerjük a pályát már kívülről. Tiszta Mario Kart feelingen van a power-up-ok nélkül. Ott a jó isten. Mi a szösz? Mi? Macska úr! Belemegy a bozódba, és megint leg hátul. Nem! Mediumba nem lehet! Mediumba. Olyan, mint hogyha ott a játék is nehezebb lenne. Az ott azt jelzi, hogy mennyivel megyek? Amúgy az azt akarja jelezni? Te jó isten. Sikerült végül a második kört megcsinálni? Vagy nem? Hát ez valami szörnyű. Hát nézzek, és megint lehagytak a cicák. Pedig én most mindent megpróbáltam, még új macskát is vettem, meg minden. Lehet, hogy az a baj, hogy túlságosan nagyon akarom. Nézd meg! Itt még a kanyart is beveszem meg minden, én már jobban fordul a macska, de még így is borzasztóan rossz a fordulás. Tehát még így is szörnyű, pedig a fordulás ennek nagyon jó kéne, hogy legyen. Csak hogyha túlnyomom, akkor felborul a macska, vagy leáll. Hát ez gatyasz. Ennyi volt. Hát ez csodálatos. Ez a játék, gondolom, hogy minden pénzt megérde, igazából ingyen volt. Szóval annyira sok pénzt nem kellett érte fizetni. Hogy lehet, nem lehet felváltani? Mert látom, hogy nézek, itt van egy másik pálya, és akkor jó, hogy elsőként kell végeznem. Aha! De most nekem nagyon sok ez a három kör, úgyhogy én biztos nem fogok még egy három kört menni, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm azt, hogy itt voltatok és megnézték ezt a ciculinkós kis videót, hogyha tetszett nektek, akkor csapassatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel és lessétek meg a leírást, ugyanis a nagyon menő mesélés a zsidó vagy cicukat ott tudjátok elérni magatoknak. Köszönöm, hogy itt voltatok, vigyázzatok magatokra, sziasztok!